Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a felújított főutca átadási ünnepségén. A mai ember az út fogalmában óriási élményanyagot tett magáévá. Ha az útról hall, vagy ha az útra gondol, sok minden társul a gondolatában. Hiszen az élet metaforájának is sokan használják, és sokszor használjuk az utat. Hiszen Buddha mondta azt, a boldogsághoz nem vezet út, az út maga a boldogság. Hát, hogy ilyen hétköznapin fejezzem ki magamat, valóban nagy boldogság volt ma a felújított főutcánkon végig sétálni, biciklizni, meg végigfutni is. Akik ott voltak velem, azok ezt megtapasztalhatták, hiszen ezelőtt kátyús volt az út, nyomvályos volt az út, most pedig gyönyörűen fel van újítva. Mondta nekem nem budakeszi lakó, hogy olyan a budakeszi főutca, mintha autópálya lenne. Erre ma fölvetődött, hogy jó, de azért olyan gyorsan ne menjenek rajta, mondjuk a 40-es táblakén is van. Nekünk budakeszieknek, minden esetre, ha az útról beszélünk, a mostani időben azért a budakeszi főutca jut eszünkbe, hiszen ez a felújítás azért próbára tette a lakosok türelmét, hiszen azért volt dugó, volt probléma, volt nehézség, de minden esetre megoldottuk, idő előtt felújításra került az út, nagyon szépen köszönjük a lakosok türelmét. De nem csak a lakosoknak szeretnék köszönetet mondani, hanem sok szeretettel szeretném megköszönni a magyar kormánynak, hiszen 33 milliárd forintos felújítás részeként került sor erre az útfelújításra. Szeretném megköszönni Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselő úrnak a segítséget, Óra Lajos közlekedési tanácsnok úrnak, aki budakeszi részéről nagyon sokat dolgozott a főút felújítása ügyében, a budakeszi lakosoknak természetesen, hogy még az éjszakai út felújítást is kibírták, és nem utolsó sorban a Strabagnak, és minden egyes munkásnak, aki a Strabag részéről itt dolgozott, hiszen valóban nagyon kiváló munkát végeztek. A kivitelezéssel több mint 300 millió forint értékű beruházással gazdagodott budakeszi. Ehhez a 305 millióhoz, amit a magyar kormánytól kapott a település, az önkormányzat is hozzátette a részét, hiszen a Dózsa-György téren felújított útrész, illetve a szegélykövek és a református templom előtt a kanyarodószáv szélesítése, illetve a járda, az mind önkormányzati pénzből valósult meg. De hát az utóbbi időben azért elég sok felújításnak lehettünk részesei, amivel településünk gazdagodott. Ha csak a főtéri parkra gondolunk, vagy az új polgármesteri hivatalra, a Pittypank sportovoda bővítésére, a Híd Szociális Gyermekjóléti Szolgálat idősek napközi otthonának felújítására, de mellett nyertünk pályázatot ifjúsági bűnmegelőzési program megvalósítására, és hát ez bizonyára tudják, hogy egy új bölcsödét is fogunk a nyár folyamán megnyitni. Nyertünk egy átfogó az önkormányzat teljes szervezetének fejlesztésére irányuló 22 milliós pályázatot is, építjük a szennyvíztisztító telepünket, és megvalósul Makkos Mária csatornázása is. Mint amiket én most itt felsoroltam, azt még nem említettem, hogy a napokban kaptunk hírt egy 100 millió forintos energetikai fejlesztésről, és nyertünk 12 millió forintot informatikai fejlesztésre, valamint 1 millió forintot drogprevenciós rendezvénysorozat megvalósítására is. Amiről én itt most beszéltem, az körülbelül 5 milliárd forint értékű fejlesztés, amihez a budakeszinek 455 millió forintot kellett hozzátennie. És akkor hadd beszéljek egy kicsit a jövő fejlesztéséről, mert nagyon komoly előre haladott tárgyalásokat folytatunk egy új önkormányzati állami általános iskola építése ügyében. Tehát Budakeszin a Kerekmezőn szeretnénk építeni egy új általános iskolát, a tárgyalások nagyon előre haladottak. Bízunk benne, hogy 2015. szeptemberében ez az új általános iskola megnyílik, és várja a Budakeszi 2015. szeptemberében, és várja a budakeszi gyerekeket. Nagyon előre haladott tárgyalások vannak ezzel kapcsolatban. Ezen fejlesztésekhez kapcsolódó rendezvények. És nagyon örülünk, hogy ilyen sokan itt eljöttek, és ilyen jól érzik magukat, és beszélgetnek egymással, és jó hangulatban vannak, mert ez mind azt a cél szolgálja, amit az önkormányzat el szeretne ezekkel a rendezvényekkel is érni, az, hogy a közösségünk erősödjön. Az emberek beszélgessenek egymással,
jól érezzék magukat, és lehetőleg minél többet legyünk együtt. Ez a nap is ennek a közösségnek az ünnepe. Nagyon örülünk, és nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és láthatóan jól is érzik magukat. Töltsük együtt tartalmasan a hátralévő időt is, érezzék magukat jól, szórakozzanak jól, nagyon jó lesz a koncert is, és köszönjük szépen, hogy még egyszer ennyien eljöttek, és a figyelmüket is. Amikor cégünk, a Strabag Kft. Elnyerte ezt a megbízást a Budakeszi főút újjáépítésére, két gondolat járt az én fejemben. Az egyik az, hogy mint a térségben lakó polgár, több évtizede látom, hogy ennek az útnak igencsak szüksége volna megújító építő kezekre, és nagy örömmel töltött el, hogy ez a pillanat elkövetkezik, és rögtön következett a gondolat, hogy mekkora torlódással fog járni ez az építés, mennyire meg fogja nehezíteni az itt lakók életét. Ennek a gondolkodásnak az lett a végeredménye, az önkormányzat, a kezelő képviselőivel, hogy úgy döntöttünk, hogy a leginkább akadályozó munkákat éjjel fogjuk elvégezni. Ez így is történt, és abból az 51 napból, ami alatt megújítottuk a 12 buszöblöt, és felújítottuk az aszfaltpályát, 10 éjszaka történt az aszfaltozás, és nagyon remélem, hogy ezt nem is vették észre, kivéve azok a lakosok, akik a főúton laknak, és talán zavarta őket ennek a munkának az aja éjjel. Erre utólag is elnézést kérek, és köszönöm a türelmüket, és bízom benne, hogy a következő évtizedekben kényelmesen és biztonságosan használhatják majd az erre közlekedő térségbeliek és a budakesziek is ezt a gyönyörűen felújított útszakaszt. Köszönöm szépen a figyelmüket! A csítári hegyek alatt régen leesett a hó. Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el alul. Kitörted a kezedet, mivel ölesz engemet. Így hát, kedves kis angyalom, nem lehetek a tiéd. A múlt látok az ég alatt, egy madarat repülni. De szeretnék a rózsámnak egy madarat küldeni. Repülj, madár, ha ne sírasson engemet. Arra alá van egy erdő, jaj, de nagyon messze van. Kerek erdő közepében két rozmaring bokor van. Egyik hajlik a vállamra, másik a babámira. Így hát, kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. Nagy öröm és megtiszteltetés nekem, hogy itt lehet, amikor ténylegesen is budakeszi polgárai birtokba vették az utat, és együtt futhattunk, sétálhattunk, biciklizhettünk végig rajta, és láthattam az itt élők örömét. Ez egy nagyon jó megerősítés nekünk, hogy jó helyen végeztünk jó munkát. Amikor
megkaptam ezt a megbízatást, hogy megyei igazgató lettem, szinte az egyik első utam Budakeszire vezetett, és már akkor beszéltünk ezelőtt 4 évvel arról, hogy ezt az utat fel kellene újítani. Akkor elhatároztuk ezt a tervet, és kerestük a lehetőséget arra, hogy hogyan tudnánk ezt megvalósítani. És amikor az elmúlt év őszén a kormányzat úgy döntött, hogy egy külön útfelújítási programot indít az egész országban, akkor nagyon hamar tudtunk lépni, és a projektlistába az egyik első helyen elhelyezni Budakeszi főutcáját. Ez egy nagyon fontos út a budapesti agglomerációban. Naponta több mint 15 ezer gépjármű közlekedik rajta. Az egyik legforgalmasabb út itt a budai térségben. Több mint 30 éve nem volt felújítva, nagyon ráfért már ez a felújítás. És igyekeztünk olyan műszaki tartalmat meghatározni ehhez a munkához, ami nem csak a felületet érinti, hanem minden olyan lényeges részét az útnak, amit fontos megcsinálni ahhoz, hogy tartós legyen az eredménye ennek a beavatkozásnak. Ezért 2 réteg aszfaltot cseréltünk a teljes szakaszon, az összes buszmegállót az alapoktól építettük újra betontechnológiával, felújítottuk a közműszerelvényeket, a forgalomtechnikai jelzéseket, és az önkormányzat támogatásával rendbe tudtuk tenni több helyen a szegélyeket is. Én azt gondolom, hogy ez az út most kész van arra, hogy a következő évtizedekben szolgálja az itt élőket és a környékben élőket. Azt kívánom, hogy használják egészséggel. Megyen már a hajnal csillag lefelé, az én kedves kalambom most megyen hazafelé. Lábamban a csizmája, a busszáru kis csizma, rásütött a hajnal csillag sugára. Amerre még édes rózsám kívánom, hogy előtted a réti is piros rózsává váljon, az öt fű is előtted édes almát teremjen, a te szíved soha el ne felejtsem. Által mennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon. Ott lakik a galambum, ott lakik a galambum. Ott lakik a városban, a 3. utcában. Piros rózsa, kik ne felejts, ibolya virít az ablakában. Által mennék én a Tiszán, nem merek, nem merek, de nem merek. Attól félek, hogy a Tiszába esek, hogy a Tiszába esek. Lovam hátán seje haj, félre fordult a nyerek. A Tiszának habjai közt elveszek, a babám én nem leszek. Lovam hátán seje haj, félre fordult a nyerek. A Tiszának habjai közt elveszek, a babám én nem leszek. Sokszor találkoztam már önökkel, sokszor voltam itt személyesen is önökkel együtt. Most a választások óta először találkozunk, és ez azt is jelenti, hogy első ízben találkozom önökkel, úgy, mint az önök, mint budakeszi országgyűlési képviselője. Úgyhogy ezért mindenképpen az első szó az a köszöneté kell, hogy legyen. Köszönöm szépen mindannyiuknak, akik április 6-án engem, illetve a Fidesz-KDNP listáját támogatták, de ennél sokkal szélesebb köszönetet szeretnék mondani, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki elment szavazni, hiszen a mi választókerületünkben messze magasabb volt a részvétel, mint az ország többi részén. Nálunk 71,1% volt, és biztos ennek tudható be az is, amit nagy büszkeséggel mondok el mindig, és külön nyomatékkal szeretném önöknek megköszönni, hogy jómagam kaptam a legtöbb
szavazatot az országban, 28.327-et. Úgyhogy ez a hihetetlen nagy részvétel és az óriási támogatás, ez annak a politikának szól, amit az elmúlt 4 évben folytattunk, és az, ami engem illet, illetve a rám leadott szavazatok, ez az önök részéről egy megelőlegezett bizalom. Én mindenképpen szeretnék ennek a megelőlegezett bizalomnak megfelelni. Annak ellenére mondom azt, hogy megelőlegezett bizalom, hogy azért én az elmúlt 2 évben már nagyon sokat dolgoztam ezért a választókerületnek, ezért a részéért is, hiszen tudják, hogy változtak a választókerületek. És hát többek között, ha nem is sok, de egy nagyon kis részem talán nekem is van abban, hogy az egyik legfontosabb problémára, ami itt az agglomerációt érinti, a közlekedés problémájára egy pici megoldást sikerült találni. Egy kis megoldást azzal, hogy itt a főutca, ahogy itt hallottuk, 30 éve olyan állapotban volt, amilyenben, és megújult. De ez önmagában még valószínűleg nem lenne elég, mert nem elég egy új utat építeni, hogyha azon valamilyen szinten nem tudjuk a forgalmat egy picit csökkenteni, úgyhogy párhuzamosan ezzel az út megújítással a Págy-Biatorbágyi útvonal, útszakasz is megújult, és az jelentősen csökkenti a terhelését ennek az útnak, hiszen a Zsámbéki medencéből így sokan már azt az útvonalat választják, egy picit megosztódik az a forgalom terhelés, ami itt Budakeszin keresztül megy. Persze tisztában vagyok azzal, hogy a közlekedés az csak egy probléma, de egy fontos probléma, ezt már csak azért is tudom, hiszen nagyobbik lányom nap mint nap itt jár be Budapestre busszal, úgyhogy pontosan tudom azt, hogy meg jó magam is járok erre, hogy mit jelent ez a megújult út. És különösen azt szeretném megköszönni a beruházónak és a kivitelezőnek is, hogy ezt az útfelújítást, mint ahogy itt elhangzott, úgy tudták megcsinálni, úgy tudták a kivitelezést szervezni, hogy gyakorlatilag alig-alig lehetett érezni a forgalomban fennakadást, a mindennapi munkába igyekvő, tanulni igyekvők különösebb, nagyobb fennakadás nélkül ezt nem vették észre a felújítási munkát, legalábbis mondom így, a dugók nem növekedtek meg. Külön szeretném én is megköszönni maguknak, a budakeszieknek, az ott élőknek, hogy azért ezt a nem kis rumlit ilyen fegyelmezetten és ilyen beleéléssel és odaadással vállalták és elviselték. Nem csak Budakeszi érdekében, hanem még egyszer hangsúlyozom, az egész régió érdekében. Nos, ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok önöknek további jó szórakozást. Zöld pántlika, könnyű gúnya, virág.